A szakrendelőben ezúttal a testsúly, az érrendszer lesz a középpontban. A szakemberek kiemelten fontosnak tartják a szűrővizsgálatokat, hiszen köztudott, hogy a magyar lakosság egészségügyi állapota kedvezőtlen. Köztudott, hogy számos krónikus megbetegedés, akár szív, érrendszeri, vagy tüdőbetegségekre gondolok, anyagcseredetű betegségekre, vagy emésztőszervi megbetegedések olyan nagy számban fordulnak elő, hogy lassan már népbetegség jelleget öltenek. Hozzátette, ezek a betegségek ugyan gyógyíthatóak, de rendkívül fontos a megelőzés. Az egyén felelőssége, a megfelelő életmód elengedhetetlen. Köztudott, hogy táplálkozásban nem vagyunk élenjáróak, elég gazdag zsír és cukor tartalmú ételeket fogyasztunk. Köztudott, hogy a zöldségféléknek, a gyümölcsféléknek milyen fontos szerepe van. Azt is tudjuk, hogy bizony sokan és sokat dohányoznak, talán ugyanez a helyzet az alkoholfogyasztással is, és nem utolsó sorban a mozgásszegény életmód szintén hozzájárul ahhoz, hogy az ellenálló képességünk csökkenjen, ezáltal fogékonyabbak vagyunk különböző betegségekre. Többek között csontsűrűség mérésen is részt vehetnek az érdeklődők, hiszen a csontritkulás korai kiszűrése számos súlyos törést akadályozhat meg. Hosszú ideig fennállhat a csontritkulás, anélkül, hogy tünetet okozna a betegnek. És akkor sajnos az egyetlen vagy első tünete, hogy egy csonttörés kialakul. Tehát fontos lenne megelőzni a csontritkulás kialakulását, és erre bizony jó célt szolgál a csontsűrűségmérés. Ez egy olyan eszköz, ami most pillanatnyilag itt van nálunk, ami az alkaron méri a csontsűrűséget. Az emberiség iránti kötelességünk vigyázni a körülöttünk élő emberekre és lakosságra. Kálmán Krisztina példaképe Semmelweis Ignác szavaival érzékeltette a szűrővizsgálatok fontosságát. Nem titkolt célja, hogy ne csak gyógyítsa a betegségeket, hanem meg is előzze azokat. Továbbá az, hogy az 5 rizikófaktor, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az elhízás, a dohányzás és a kóros vérzsír paraméterei csökkenjenek, hiszen, mint mondta, ezek gyilkos tényezők lehetnek. Ezért szombaton többek között vérnyomást és testcsömegindexet is mérnek majd. Meg tudjuk határozni, hogy elhízott, túlsúlyos, milyen kategóriába tartozik, és meg tudjuk határozni a betegnek, hogy körülbelül milyen testsúlyba kellene kerülni, és ahogyant is megpróbáljuk majd tanácsokkal alátámasztani. Aztán nézzünk vércukorszintet, aztán ezen kívül fogunk bokakarindexet mérni. Ez tulajdonképpen egy doppleres vizsgálat, a alsó végtag és a felső végtag vérnyomásának a hányadosa. Ez korrelál a koszorúérbetegség rizikójával, tehát ez is egy fontos szűrő módszer. A visszér végtagkeringési vizsgálat is kiemelkedően fontos, hiszen Magyarországon a kardiovaszkuláris, vagyis keringési probléma a leggyakoribb halálok. Én azoknak ajánlom ezt a szűrővizsgálatot, akinek a lábán olyan sebek vannak, amelyek nehezen gyógyulnak, nem tudja, hogy mitől van, mióta van, ez lehet cukorbetegség, lehet vénás keringési zavar, artériás keringési zavar. Tehát csak ennyi, hogy ránézzünk a lábára, és megmondjuk, hogy merre menjen. Mert egy ilyen szűrővizsgálat csak arra jó, hogy kiemeljük a gyanús eseteket. Aztán majd a hétköznapi forgalomban majd aztán tisztázzuk. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a vizsgálatokon kapott eredmények tájékoztató jellegűek, amennyiben azok eltérnek a normál értékektől, forduljon a házi orvosához vagy szakorvosához a pontos diagnózis felállítása érdekében.